Magyar dolgozók, akiknek életét meghatározza a munkatörvénykönyve, 2012-ben lépett életbe az új jogszabály, amit most ismét újraírnak. A kormány finom hangolástól és finomítástól beszél, amit széles körű egyeztetés előz meg októberben. Ezután valamikor novemberben kerülhet a parlament elé az átdolgozott törvénykönyv. Az érdekvédők számos ponton jelentős változtatásokat szeretnének, mert szerintük egyre kiszolgáltatottabbak a hazai munkavállalók. Kerüljön vissza, hogy a dolgozó a munka szerződése alapján kapjon munkabért. Jelen pillanatban lehetőség van arra a munkáltatónak, hogy amikor a házi orvos keresőképesnek nyilvánítja a dolgozót, az üzemorvos viszont még nem engedi dolgozni, amíg tart ez a húzavona, addig a munkáltatónak lehetőség van arra, hogy nem kap munkabért a dolgozó, se táppénz, se munkabért. Ennek így meg kellene szűnnie. Ugyanilyen például mi szükségtelennek tartjuk a próbaidő 6 hónapos időtartamát. Nem tudom, hogy mennyi olyan munkakör van, amihez szükséges 6 hónap, hogy kiderüljön, hogy alkalmas-e vagy nem a dolgozó arra a munkakörre. Véleményem szerint a 30 nap untig elég. Ez a hónap a konzultációról szól, munkaadók és munkavállalók is most fogalmazzák meg igényeiket a frissített munkatörvénykönyvével kapcsolatban. Potyondi Antal szerint minden esélyük megvan rá, hogy az általuk kért módosítások bekerüljenek a szabályozásba. A munkavállalói szempontból mi szeretnénk, hogy módosuljon, a munkaadók is szeretnék, hogy módosuljon, meg már több szervezet, például a Kúria is megállapította, hogy gondok vannak ezzel a munkatörvénykönyvével, ezért gondoljuk, hogy vagy reménykedünk, hogy van remény a változtatásra. A kormányzati után most a társadalmi egyeztetés jön, ezt követően kerül az országgyűlés elé az új munkatörvénykönyvének módosított változata. A szakszervezetek azt szeretnék, ha főbb javaslataik mindenképpen bekerülnének a végleges dokumentumba, így valamelyest csökkenhetne a munkavállalók kiszolgáltatottsága, és egyre kevesebb dolgozót érintene kedvezőtlenül a munkatörvénykönyve.